Minden szentektől vasárnap estig hosszabb ideig tartanak nyitva a temetők. A város által fenntartott hősök temetője, a Gröber temető és a Lajosvárosi temető reggel 7 és este 8 között látogatható. Ugyancsak ilyenkor róhatjuk le kegyeletünket a Kisasszony, a Hatvani és a Felnémeti temetőben. A Donát temető egész nap nyitott, a Rozália temető reggel 8 és este 8 között tart nyitva. Hétfőtől a temetők korábban általában 6 órakor zárnak majd. Az üzemeltetők napok óta készülnek az ünnepre. A városgondozás például takarítja a lehullott lombokat. Ez az őszi időszak ad külön munkákat. A enyhe időjárás miatt egy elhúzódó lombhullás van. A lombok összegyűjtése, a koszorúk, elszáradt virágoknak a eltávolítása zajlik. Megváltozik a buszok menetrendje is. Pénteken a helyi és helyközi járatok munkaszüneti menetrend alapján közlekednek, de délután egy órától sűrűbben munkanapi menetrend szerint jár a 7-es és a 13-as busz. Az Agriavolán ZRT az EGRI helyi járati autóbusz közlekedésben november 1-én pénteken 13 óra után a 13-as és a 7-es autóbuszok vonalán nem az egyébként érvényes munkaszüneti nap szerint fogja közlekedtetni az autóbuszokat, hanem a valamivel sűrűbb eljutásit biztosító munkanapi menetrend szerint. A rendőrök a főútvonalakon, a temetőkhöz vezető utakon fokozott közlekedésrendészeti és közrendvédelmi járőrszolgálatot látnak el. Arra kérik a sírkertekbe érkezőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket, az autóban se hagyjanak táskát, iratot, pénzt. Visszatérő ellenőrzésekre a rendőrség, a közterületfelügyelet és a polgárőrök állandó jelenlétére lehet számítani.